Eszemiszom és dínomdánom, erről is szól erdészerte az óév búcsúztató és az új év köszöntő. Az éttermekben nem csak a hagyományos, hanem a mediterrán ízek is terítékre kerülnek ilyenkor, ám van, akinek nem csak a pénztárcája, hanem a babonája is megállt parancsol az ízletes falatok fogyasztása előtt. Nagy a sürgés forgás az éttermek konyháján. Ebben a panzióban hagyományos disznótoros vacsorát is kínálnak szilveszterkor, ám új és ínyenc ízek is helyet kapnak az ünnepi menüben. A hal az idén egy kicsit más jelentését is megmutatjuk itt a panziónkban. A mediterrán szósz lesz a körítés, egy kis citrom, egy kis greff ízesítés kerül a párolt és a párolt zöldséget öltött halfilékbe. A hagyományos ételeket szilveszterkor is megfűszerezi a babona. A tájjellegű népi gasztrokultúrában számos hiedelem létezik. Mint minden egyes kiemelkedő eseménynél tulajdonképpen megpróbáljuk, hát hogy is mondjam, manipulálni a sorsunkat, az időt. Éppen ezért az ételeinket is úgy választjuk meg, hogy azzal valamilyen képpen megpróbáljuk befolyásolni az elkövetkező esztendőt. Éppen ezért az étkezéssel kapcsolatosan tiltások, illetve javallások vannak. Így ezek a csirkék valószínűleg megérik a következő évet, ugyanis új év első napján a babona szerint nem ajánlatos szárnyast fogyasztani, mert elkaparja a szerencsénket. Egyes hagyományok szerint érdemes várni a jó fogásra, a hal ugyanis előre úszik, a pikkelyek pedig sok pénzt jelentenek. Mások szerint a hallal épp elúszik a szerencsénk, viszont az apró magvak szerencsét hoznak. Általában aki lencsét eszik, annak soha nem ürül ki az év során a pénztárcája. Egyes vidékeken szokták helyettesíteni a lencsét babbal vagy más szemes terménnyel. Ahhoz azonban semmilyen hiedelem szerint nem fér kétség, hogy a sertés betúrja otthonunkba a szerencsét. Legyen önnek is malac a 2016-ban.